Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. Jászárokszállási kulturális intézmények támogatására kaptunk 3 millió forintot. Jászárokszállás 3 millió forint pályázati támogatást nyert Magyarország kormányától a kulturális bevételek kompenzálására. Június 4-én a Jászság településein is megemlékeztek a Nemzeti Összetartozás napjáról. A Jászberényi Versenybizottság 3 hétvégén át tartó labdarúgó tornát indított el Jászsági Kupa néven. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at látják 18 településről 18 órától. Jászárokszállás 3 millió forint pályázati támogatást nyert Magyarország kormányától a járvány idején kieső kulturális bevételek kompenzálására. A költségek utófinanszírozását jelentő támogatás mellett az önkormányzat további 100 millió forintos ellentételezést remél az iparűzési adó elengedéséből származó költségvetési bevétel kiesés kiegyenlítésére. Jászárokszállás önkormányzata 3 millió forint támogatást nyert Magyarország kormányától a világjárvány okozta kulturális ágazatot érintő károk enyhítése érdekében. A jászárokszállási kulturális intézmények támogatására kaptunk 3 millió forintot, amiben a beruházásokat és egyéb kiadásokat is szerepeltetni lehet, azokat is, amik már lezárultak, tehát épp ezért, hogy arra az időszakra vonatkoznak, amikor a zárások megvoltak. A pályázatot Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár felé nyújtották be Pócs János országgyűlési képviselő felhívására. A 2020-as és a 2021-es évre vonatkozóan használható fel az elnyert összeg. A támogatást a Petőfi Művelődési Ház elektromos és világítási rendszerének korszerűsítésére használtuk többek között, illetve 2020-as évben karanténkoncertre, a művelődési házban a nyílászárók, színpad kiszolgáló helységeknek mázolásához szükséges festékanyagra. Emellett lakossági programokra, a művelődési ház előtti hirdetőszekrény felújítására, a művelődési ház díszkivilágításának kifizetésére, valamint a 30 éves várostörténeti szabadtéri kiállítás utófinanszírozására használhatják fel. Mindenképpen egy könnyebbséget jelent, hiszen az elmúlt időszakban mind a belépőjegyes rendezvények elmaradtak, illetve a terembérletekből befolyó összegek nagyon hiányoztak abból a költségvetésből, amelyből a tavalyi évben azért egy jelentősebb felújítás és beruházás olyan állapotban akarta várni az intézmény látogatókat, amely egy méltóbb, egy komfortosabb, egy jobban felszerelt intézménynek az ismérve. Csak hogy azokat a bevételt hozó rendezvényeket nem tudták megtartani, amelyek a fejlesztések egy részének költségeit fedezték volna. A város polgármestere kiegészítésként elmondta, hogy a kulturális kompenzáció mellett számítanak az iparűzési adó kormányzati elengedéséből származó helyi adóbevétel kiesés ellentételezésére. Az adóelengedés miatt mintegy 100 millió, illetve a járvány miatt bekövetkezett gazdasági visszaesés hatására további 120 millió forinttal kevesebben számolhat Jászárokszállás önkormányzata a tavalyi bevételi szintnél. A város működtetése nincs veszélyben, a fejlesztések ütemezése lehet kérdés. Erre számítottunk a költségvetés elkészítésénél is, és egy olyan listát állítottunk össze, amely azt jelenti, hogy milyen fejlesztések volnának szükségesek ebbe az évben, és hozzátettük, hogy ebből a listából az lép előre, az a fejlesztés lép előre, amire pályázatot tudunk beadni, illetve megnyerni. A lista pontosítását a törvényben szereplő kompenzáció mértékének ismeretében végzi majd el az önkormányzat, remények szerint néhány héten belül. A járványügyi szigorítások miatt nem lehetett időben elkezdeni a Jászberényi kispályás labdarúgó bajnokságot, ezért a versenybizottság 3 hétvégén át tartó tornát indított el Jászsági Kupa néven. Mivel ilyen szervezés újdonságnak számít a városban, stábunk is kilátogatott június 6-án a Jászberényi műfüves labdarúgó pályára. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte rövid híreink következnek. Az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának évfordulója 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napja hazánkban.
Június 4-én a Jászság településein is megemlékeztek a sorsfordító történelmi eseményről. Rövid híreinkben most adáskörzetünk városainak rendezvényeiről tudósítunk. Hazám, hazám, csendes hazám! Keserédes dallamok emlékeztetnek bennünket a megcsonkított haza feldolgozhatatlan tragédiájára. 101 éve a nagyhatalmak falkája darabjaira szaggatta a vesztes oldalon maradt történelmi Magyarországot. Ebben a háborúban úgy ragadtunk a vesztes oldalon, hogy a német és az osztrák katonai céloknak alárendelve nem voltunk valódi döntéshozó pozícióban. Egy olyan konfliktusban kényszerültünk 1,5 millió elhunyt, sebesült vagy fogságba esett katona feláldozásába, amely kezdetül fogva nem a mi érdekeinket szolgálta. A háború elvesztésének eredménye az osztrák-magyar monarchia összeomlása lett. Az összeomlást pedig a káosz követte. Olyan diktátum született ekkor, melyben méltányos eljárásnak nyoma sem volt. Apunyi Albert gróf zseniális szónoklatai ellenére lesújtó büntetést kapott hazánk. A 282.000 négyzetkilométernyi területből alig 93.000 maradt meg, a 18,2 millió lakosból pedig 7,6 millió. Közel 3,5 millió magyar anyanyelvű polgár szorult a határokon túlra. Fokozta a tragédiát, hogy Székelyföld lakóit leszámítva a többségük közvetlenül az új határok közelében élt, vagyis már akkor is sokkal igazságosabb rendezés születhetett volna, ha átlagosan 20-30 kilométerrel kitolják minden irányban az új határokat. Családi és baráti kapcsolatok millióit szakították szét az új határok, mellyel a monarchia korábban jól teljesítő gazdaságából elveszítettük a termőföldek, az erdők, a folyók, a bányák és a vasúthálózat nagy részét. Az 1990-es rendszerváltoztatás, majd az uniós csatlakozás óta a trianoni tragédia feldolgozásában új lendületet adott a határok szabadabb átjárása és olyan együvé tartozást erősítő rendezvények, mint a korát jó adagmerészséggel megerőző Csángó Fesztivál, mely hangzatos szavak helyett tettekkel karolta fel a külhoni magyar kisebbségeket. Ezzel igazi példát mutatott, hogyan kell segíteni a megmaradást és a nemzeti összetartozást. Az emlékezést Sas Dániel zongoraművész előadása majd koszorúzás zárta. Szabó Imre fia szobrászművész a megtört nemzetet jelképező trianoni szobrának talapzatára helyezték el a remény koszorúit a város előjárói, politikai pártok és civil szervezetek. A 101 évvel ezelőtt aláírt békediktátum évfordulóján a város határában található Trianon keresztnél a városi megemlékezés hagyományos helyszínén gyűltek össze a jászfényszarúiak június 4-én délután. Igaz, a járvány miatt a megszokottnál idén is kevesebben érkeztek, de mindannyian a magyarság összetartozásának érzését szerették volna erősíteni. Összetartozás lehet családban, kisebb, nagyobb városi, ország és országhatáron kívüli, sőt a világ bármely pontján. Ha az ember magyar himnuszt hall, vagy magyar szót, és ettől ő úgy érzi, hogy a lelkük összeért, akkor összetartozunk. A város polgármesterének köszöntőjét, majd Harmat József szavalatát követően dr. Farkas Kristóf Vince történész idézte fel a történelmi eseményeket. Az aláírás követően az egész maradék országban megszólaltak a harangok, és hirtelen mindenki megdöbbenve állt meg. A tények sajnos közismertek. Hazánk területe 325.000 négyzetkilométer helyett 93.000 négyzetkilométer lett. Több mint 20 milliós lakossága pedig 7,6 millió főre csökkent. A békediktátum a mai napig hatással van életünkre. Emlékezni rá, tanulságait végig gondolni mindannyiunk kötelessége, húzta alá megemlékezésében Farkas Kristóf Vince.
A Trianon emlékműnél tartott megemlékezés koszorúzással az elcsatolt területeket jelképező virágok elhelyezésével ért véget. A résztvevők ezt követően a város első világháborús emlékművénél gyújtottak mécsest a világégésben elesett helybéliekre emlékezve. Szép időben az impozáns Jászabáti Glob Széchenyi István Katolikus Gimnázium udvarán található országzászló emlékműnél végre jelenlévőkkel együtt lehetett emlékezni a trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás napján. 11 évvel ezelőtt a nemzeti kormány első döntése volt, hogy nemzeti történelmünk legsötétebb napja ne csak lesújtson, hanem erőt is adjon. Amire szükség is van, hiszen majd egy évszázada sújtja a magyart ez a tragédia. Ezen a sorsfordító napon emberek milliói lettek, más országok polgárai kerültek veszélybe, csak azért, mert magyarnak születtek. A fájdalmas elválások, a lélektörő, asszimilációs folyamatok ellenére a magyar nemzet fennmaradt, az anyaországon kívül is. De mi magyarok bátran kihúzhatjuk magunkat. Megmaradtunk. Azt tettük, és azt tesszük, amit Széchenyi tanácsolt. A ránk dobált kövekből lépcsét építettünk, és építünk, ha kell. Nem árkokat, hanem lépcsőt kell építenünk, hogy a történelem ne ismételje meg önmagát. A képviselő szerint a múlt sajnos még velünk él. Melyre bizonyítékul a 2004-es kettős állampolgárságról szóló népszavazást és a jelenlegi parlamenti vitákat említette. Ma is van, aki ránk olvassák, hogy irredenta az, aki nem tűri, hogy a felvidéki magyart leszlovákozzák, aki nem tűri, hogy az erdélyit buzgorozzák, vagy a csángóföldi magyart lerománozzák. Ahogyan nem populista az sem, aki nem nyugszik bele, hogy a kárpátaljai magyar egyszerűen csak ukrán, vajdasági szerb, az őrvidéki pedig osztrák legyen. Kedves jelenlévők, ezért nem engedhetünk a kettős állampolgárság intézményéből. Ezért nem engedhetünk a határmenti együttműködésből. Közösen bebizonyítottuk, hogy mindig volt és mindig lesz erőnk szembeszállni az előttünk tornyosuló akadályokkal. A magyarnak megmaradás küzdelmében a kultúra és a hagyományok tisztelete volt és lesz az egyik legjobb közvetítő közeg. A néptánc mozgalom reneszánsza pedig rengeteget segít, hogy közelebb hozza a szétválasztott területek magyarjait. Az emlékező gondolatok után a honatja és a városvezetők, illetve a jelenlévők mécseseket helyeztek el a történelmi Magyarország tájait jelképező térképen, ahol a lángok összetartozásunkért, a határokon átívelő nemzetünkért lobogtak. A Petőfi Sándor Művelődési Házban szervezett előadás a békeszerződést aláírásának évfordulóján az Árokszállásiak baráti köre. Rendezvényükkel azt kívánták kifejezni, hogy a nemzet összetartozásának megéléséhez fontos számon tartanunk történelmünk meghatározó eseményeit, de fontos megélni azt a közösségekben, a mindennapokban is. A nemzet egészét nem az államhatárok határozzák meg. Miért mindig csak Kárpát-medencei régi ország határokkal foglalkozunk? Több, legalább annyian élnek más földrészeken magyarok, és ugyanúgy ehhez a nemzethez tartoznak, mint azok, akik sajnos önhibájukon kívül, de kívül kerültek ennek a politikai rendszernek, amit országnak, államnak nevezünk, a határai. A Jászárok Szállási Hazafiak csoportja szervezésében tartott megemlékezésre a templomkertben felállított Trianon keresztnél gyűltek össze a helybéliek. Ez a pár négyzetméter az emlékezés helyszíne. Emléket állít egy gyaldázatos békediktátumnak, aminek az árát mi magyarok, de még inkább külhonba szakadt testvéreink fizették meg. Gondolatom szerint ma nem beszélhetünk ünneptől. Mert bár a nemzeti összetartozást erősítjük, de ezen a napon a magyar történelem legszörnyűbb tragédiájára emlékezünk. Az elszakított részekre, az ott élőkre, akik megszenvedték ezeket az évtizedeket, és a kisebbségi lét minden gyötrelmét.
Balogh Balázs beszédében hangsúlyozta, a külhaniak számára Trianon folyamata nem ért véget, mert egy évszázad megaláztatása, kínzásai, szétszakítottsága feszíti a keresztet. A mai élőknek pedig mindenre emlékezni és emlékeztetni kell, mutatott rá. A békediktátumra és annak hatásaira emlékezve Gonda Csaba szervező egy időszékely 1938-ból származó történetét idézte fel. Egy székely bácsi, aki Budapestről az eukarisztikus konferencia idején nagyszülei sírjától földet vitt magával Erdélybe, hogy széteríthesse otthon a kertjében. A Gúny határon a románok letartóztatták és megbüntették. Azért a zsák földért, ami a számára nem csupán egy zsák föld volt, hanem a hazájához való hűség kifejezője. Legyünk mi is hűségesek hazánkhoz, és majd maradjunk meg igaz magyarnak. A békediktátum aláírásának évfordulóján tartott megemlékezés lezárásaként az elcsatolt területeket jelképező mécseseket helyeztek el a kereszt talpozatánál. A járványügyi szigorítások miatt nem lehetett időben elkezdeni a Jászberényi kispályás labdarúgó bajnokságot, ezért a versenybizottság 3 hétvégén át tartó tornát indított el Jászsági Kupa néven. Mivel ilyen szervezés újdonságnak számít a városban, stábunk is kilátogatott június 6-án a Jászberényi műfüves labdarúgó pályára. Ragyogó napsütés, folyamatosan fellépő 24 csapat és sok érdeklődő. Így lehet röviden jellemezni a Jászsági Kupa néven szervezett kispályás futballtornát, amelynek második játéknapját június 6-án szombaton délután bonyolították a Jászberényi műfüves labdarúgó pályán. A megszokottakhoz képest a Jászsági Kupa rendhagyó módon zajlik. 3 héten keresztül minden csapat 2 mérkőzés játszik, és a jobb csapatokat egy úgynevezett felsőházi kupába soroltuk be, a gyengébben szereplő csapatokat, tehát az elmúlt évek alapján gyengébben szereplőket, egy alsóházi kupába. És a másik érdekesség, hogy itt még az utolsó helyzet, a negyedik sem esik ki, hanem az a negyedik helyzetekkel újabb csoportkörbe lép, és ahogy mondottuk, így 3 héten keresztül napi 2 mérkőzéssel tudunk futballozni, sportolni. Természetesen a nézőtéren is nagyon örültek a szabadba való kijutásnak. A futballistákról már nem is beszélve. Nagyon vártuk már, hogy újra itt lehessünk. Nagyon hosszú volt a karanténes idő, úgyhogy örülünk, hogy itt lehetünk. Hát én próbáltam heti 2-szer azért mozogni otthon, az nem ugyanolyan volt, meg labda nélkül, de próbáltam karban tartani magam, hogyha visszatérünk, akkor ne sérülés legyen egyből. Nyilván mindenkinek vannak közös barátai, csapaton belül, másik csapatban, szerintem mindenki nagyon vártam ezt a kezdést, és örömmel jöttünk erre a kis kupára. Leginkább az együttlétet tartották fontosnak. Az eredményességet ezúttal rábízták a szerencsére. Annyira nem fontos az eredmény, legalább visszatértünk, mozgunk, jó érezzük magunkat, de azért a erős középmezőnybe szeretnénk szerepelni. A hirtelen jött foci és az egynapi 2 mérkőzés bizony izomlázat is okozott néhány játékosnál, ami nem csoda, hiszen szabadidős sportról beszélünk. Megérezte mindenki a csoportban, azt kell, hogy mondjam, tehát másnap hívogattak, hogy izomláz, nem bírok fölkelni, stb. Hát nem mondtam, fiúk, hát ez van, örüljünk neki, hogy legalább focizhatunk, mindenki túléli, túlélte, csináljuk tovább, aztán megyünk előre. Mint hallottuk, 3 hétvégén 2-2 meccset játszik minden alakulat. Így a kupa sorsa természetesen az utolsó játéknapon dől majd el. Első 4 csapat úgynevezett 1-4 csoportba kerül, és ennek a jövő héten 5 órakor lesz a díjkiosztó ünnepsége, mert hogy ünnepség, mert nekünk minden ünnep, amikor együtt egymással tölthetjük a szabadidőnket. E szabadidőben a minél jobb kikapcsolódást a gólöröm csak fokozza. Híradónk végén mutatjuk még egyszer legfontosabb híreinket röviden. Jászárokszállási kulturális intézmények támogatására kaptunk 3 millió forintot. Jászárokszállás 3 millió forint pályázati támogatást nyert Magyarország kormányától a kulturális bevételek kompenzálására. Június 4-én a Jászság településein is megemlékeztek a Nemzeti Összetartozás napjáról. A Jászberényi Versenybizottság 3 hétvégén át tartó labdarúgó tornát indított el Jászsági Kupa néven. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat megtalálják internetes platformjainkon, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és a jttv.hu oldalon. Vigyázzanak magukra és egymásra, minden jót kívánok!
stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.